2013. szeptemberében indult újra a színjátszó csoport a Konstantinumban Tóth Csaba földrajz történelem szakos tanár kezdeményezésére. A 12 főből álló színjátszó kör első komolyabb megmérettetésére január 22-én Kalocsán került sor, ahol a Magyar Kultúra Napja alkalmából szerveztek színjátszó találkozót. A kalocsai testvériskola vezetőjével, Eszter nővérrel és a bajai igazgatóúrral, szintén testvériskolánk igazgatóúrával, Keresztes Józseffel döntöttünk úgy közösen, hogy ebben az évben a Magyar Kultúra Napja alkalmából január 22-én Kalocsán szervezünk egy színjátszó találkozót a diákjainknak. A darabot, amellyel a Konstantinum diákjai színpadra álltak, Móra Ferenc Kincskereső Kisködmön című regénye ihlette. A Júlia nem akar a földön járni címet viselő művet Tóth Csaba, a színjátszó körvezetője írta. A főszerepben egy Júlia nevű tinédzser volt, aki az iskolai élettel kapcsolatosan számos lelki problémával találkozik, és ezt meg kell oldalnia neki. A mű keresztény tartalmát csodák kísérik, melynek folyamán Júliát egy olyan természet fölötti erő, katolikusként azt mondhatom, hogy maga teremtő Isten, és Jézus, valamint a Szentlélek személye segítette ezeknek a problémáknak a megoldásában, mely során könnyen utat tud találni saját lelki harmóniájához ez a kislány. De az ehhez való út eléggé rögös és viszontagságos. A darab egyik főszerepét Izer Klaudia tizedikes diák játszotta, aki nem először állt színpadra, bár elmondása szerint a jövőjét nem a színművész pályán képzeli el. Én már több helyen is szerepeltem, illetve a Kecskeméti Ifjúsági Találkozón is fölléptem régi színjátszó csoportunkkal, és több mesemondó, versmondó versenyen is részt vettem már ilyen szempontból. Úgyhogy nem annyira új nekem a színpad, de a színészi pálya az kicsi korom óta érdekelt. A szintén tizedikes Piko Attila kíváncsiságból jelentkezett annak idején a színjátszó körbe, és akár el is tudná képzelni jövőjét a színészi pályán. A darabban alakított szerepével maximálisan elégedett volt, mondta el. Mindenféleképpen közel állt hozzám, hisz úgy szabtuk a szerepeket, hogy a saját úgymond személyiségünket játsszuk el, és így tökéletesen bele tudtam élni magam a szerepbe. A három iskola vezetése már megegyezett arról, hogy a jövőben lesz folytatása a hasonló színjátszó találkozóknak.